Minival fedőmondata, mentünk le. Délután 5-kor érkeztünk meg a faluba, apám Vitruvius talányként fogadott az udvar közepén. Látszott rajta, hogy gyümölcsnapot tartott. Na, apu, mi történt? Tibike, nem zár rendesen a hűtőhajtó. Be akartam rakni egy tejet, ki kell venni egy üveget. És volt egy ilyen délután, amikor berakott egy karton tejet. Mi az erdő mellett lakunk a falu végén, úgyhogy ha bármilyen mozgás van, akkor futunk az ablakhoz, ki az Isten jött ide. És ezen a délutánon pont jött egy ismeretlen Suzuki, ki az Isten jött az. Láttam apámat a backstage-ben, a takarásban. Ahogy az utolsó pár méteren két mozdulattal megpróbált kihozarodni. Nem tudom, amikor miben bízik az ember a mágikus realizmusba. Hát, ha segít valami. Ennyit láttam, hogy... Mint amikor hazamész éhesen, kinyitod a hűtőajtót, nincs benne semmi, becsukod és újra nyitod, hát ha történt valami. A kocsmában is, mikor fel van mosva, akkor a harmadik lépésnél mondod, hogy nem baj. Meg a kalapácsvető, mikor elhajítja a kalapácsot, és utána kiabál, hát hogyha hangtól egy kicsit messzebb megy. És ha kisebb lesz, akkor meg szégyeli meg. A legjobbak azok az úszók voltak az olimpián. Jöttek be ilyen nagyon laza izomzattal, azok a legmenőbbek az úszók. Ezt szeretnék majd így bejönni egy fellépésre, hogy Tibor Bodox, Hungary, kutyaúszás. És közben hallgatják a pendrive-on, fülhallgató van nekik a, nem tudom, agykontroll CD-t valószínűleg, hogy vigyázz, mély a víz, vigyázz, vegyél levegőt. Vegyél levegőt. És van egy ilyen rejtélyes szakma, a rajtkő ellenőr. Az 4 évente ezt csinálja, hogy... Ez is digitális minden, miért kell ott állni? Ugyanilyen rejtélyes, a foci meccsen jön le a cserejátékos, és ott áll egy ember suhogósba, ugyanúgy, mint mindenki a kispadon, és segrepacsit ad. Ő a segrepacsis ember. Menjél zuhanyozni. És várja a következőt. Volt tenisz. Tenisz az olimpián. Rendkívül kultúrált a közönség, azért szeretem. Mondja a bíró, hogy quiet, please. Thank you. Ute Fradi mióta próbálja ezt bevezetni? Wimbledonban mindenki cigány. És nálunk otthon pingpong van a szomorú fűszfánk alatt, de ilyen néptánccal kombinált pingpong, mert apám még a toppogató típusú játékosok, hogy miért hosszú, miért rövid, miért netz, rossz a cipő, fáj a szandál, rossz az ütő, fúj a szél. Mindig kell egy ilyen Nesquik nyuszi, akire lehet fogni, hogy meg 24-nél, aki 4-en van, nem törött a labda, hát ha meg lehet óvni. És voltak még sportágak, amiket én már láttam a gyermekkoromban is, és most észrevettem, hogy ez ugyanaz, mint amit én láttam, a női judó, a cselgács, ez ugyanaz, mint amikor a diófa alatt homályos telekvitát folytatnak az otthonkás nénik. Mert ezt még a Sanyi bácsi ültette, ne magyarázzál, de ő ültette, de voltak itt a földhivataltók, kimérettük, hol a mögye? Átlógott, föszedtétek, átfújta a szél, anyát, csak, kimülte! Ez a kimülte! Az otthonka az meg az emberi test fólias hátra. 110% nylon. Ez minden ellen véd, az atomtámadást lepergeti. Persze, mert rá van segítve, van a viszér ellen a fásli. 16 kilométer a vádlin. És ha este leveszi a mama, olyan, mintha megpattant volna Tutehámon a piramisból. Aztán mennek a fodrászhoz, a falusi járdák safety kárjai. Azokat nem lehet megelőzni, mert így... Mint egyszerre két kombájn menne az úton, így mennek, és beülnek a búra alá. Azt nem értettem gyerekkorom, ami az. Az valószínűleg a pletykalizátor. Árulják a házat, állítólag már meg is haltak.
De be lesz tétve ez, mert Franciaországban betétották a burkát, az iszlám viseletet. Ez a magyar burka, az otthonka. Be lesz tétve az otthonka. A térdig húzott zokni szandállal. A papucsa alakított gumicsizma. Moslékos vödör kiegészítővel. Az Ádám csutkáig húzott mackó melegítő. Összegyűrt ruhazsebkendővel és fanyeles fésűvel a farzsebbe. És a horgolt csapkával bevont bicikli nyereg. Az olyan, mintha menne haza egy alacsony Bob Merlia. Rászóval. És az autós táska van, az meg a szociál indiának tarsolja az autós táska. Apának is van autós táska fixációja, most vetünk neki egy övtáskát, azóta abba tartja az autós táskát. Nehéz, nagyon nehéz, hogy virágjártás mondta. Úgyhogy, na, visszatérve, kipróbáltuk a pálinka főzőt, aki még figyel. De persze eddig is volt fogyasztás, akkor más volt a funkciója a pálinka fogyasztásának. Nagyapám nem azért itt, aki autentikus parasztember volt, mint a pálinka sznobok. A puccosabb helyeken, hogy szűzlányok mosolyából főzött bükkormott pálinkán. Táncot lehet az eperfa hordó deszkáin, majd ledőlnek a barackos jegyek az ízelő bimbók pomlogára. Nem ezért itt a nagyapám, hanem hogy hajnali 4-től tudjon ganajt rakni. És egy szkafandert fújjon maga köré a konyha homályába reggel. Egy szilva sátrat leheljen. És aloeverával, meg ágyes-mengyes lófaszta nem lehet rakni a ganajt. Mi ezért nem jártunk falumúzeumba, abban nőttünk fel, nem kellett jegyet venni. Felmentünk, ott voltunk, nem is voltak kitőn, mert nagyapám még, mint a panoptikum ezek a tuszó figura. Egyszer nagy nehezen elvittük őket Zalaegerszegre a Skansenbe, Parasz Disneyland, ugye? De hát nagyapám a falumúzeumban az olyan, mint Biszku Béla a terrorházában. Vittük körbe, kicsit nem figyeltünk oda, és nagyapám kigajozta a látványtehenet. Ez a magyar népi sport, ebben nőttünk fel. Nálunk nincsen baseball, golf, amerikai foci, kicsit más a popkultúra, mint Amerikában. A gyümölcsgyűjtés a cefrébe, ez a magyar népi sport. Igen, új vödröt kér a játékos, megtelt az első hordó. Jaj, de kár érte, kipontozódott, beleszedte, rohadtak is. Jaj, de kár érte. Igen, hazafutás, fekvehányás. Touchdown. Közben a család női tagjaiból felsorakozik a védősorfal, a kamposbotos mazsoretek, a lekvár lobby. Hagyjunk a lekvárba! Hagyjunk a lekvárba! Úgyis megfőzzük pálinkának a lekvárt is, mi értelme van? Annyira jól sikerült a tavalyi, még van egy ilyen népi sport, azt még a, van ez a Szőlőhegyen, bármilyen tevékenység a mokorgásba végződik, azt ismerik itt Pécsen a zalai szó, mokorgás. Nem tudják? Hát az a vélt vagy valós vogzsák elleni verbális küzdelem a mokorgás, mert azt én vettem a permetszert, én dolgoztam egy erő, nem magyaráztam, puttonyoztam, mert amikor enni kell, ide tudtok érni. Ez a mokor. És van ennek a kumbogás, az ugyanez, csak már hang nélkül. Nem tudják ezek csullankodni. Csullankodni az azt jelenti, úgy hazajönni a kocsmába, mintha nem mentünk volna le a kocsmába. Csullankodni. Meg van a prücskörészés szőlőbe, ez a maximális erőbefektetéssel a minimális eredmény eléréssel. Miért jöttem ki? Miért mentem be? Van a permetelés szellemírtás részgálicsal. De belerakja a mítoxot, meg a karatán, meg a topázt, elfelejti, hogy belerakta, még egyszer belerakja, egy ilyen fordított homeopátia. És a végén egy olyan koncentrátum jön létre, hogy a szomszéd borvidék is kipusztul, nem csak a még. És ilyenkor merül fel, mikor már esély sincs rá, magyar reformok, vigyük ki a hordót, várjál. Mi nem állt neki, de várjál, arra várunk, mindig van még annyi cigi, hogy még egy fröccs, és annyi fröccs, hogy még egy cigi belefér.
Várjál, nene, várjál, kezedre fognál lassan, kezedre fogod, én fogom, te fogod, én fogom, nem utogassál, és egymásra mutogatnak arra. Te fogod, én fogom, nem utogassál, én fogom, nem utogassál. Fogom, a fater mondta, várjál, ezt mondta, hányakós, ezt mondta, hogy nyugtál, várjál lassan, kezedre fognál, na, várjál lassan, tegyük le! Na, föl sem álltük, van meg. És van két rippel testvér, akik állandóan emelnek valamit, és van egy harmadik, annak annyi a szerepe, hogy ne úgy, hülyék! És végül gyúrjuk az anyagot az őslevesbe, a kolbászhoz, megy a gyúrás, két párca szakad a család, sok lesz, az kell még bele. De senki nem ér az ízeket órák óta, de sok lesz, az kell még bele. A Jenőnek a jegyűrű nemrég került elő, de... Rendkívül higiénikusan kóstolják a cuccost. Közben mokorgás is van. A fogam. Csöpike, a kurva anyád. Orvitál, Csöpi! Most van már csipp a Csöpi, becsöpi csipp. Csöpi csipp. Mert van egy ilyen hivatal a Csöpi csipp figyelő szolgálat, hogy csip, kiment a Csöpi a kerkapon, csip, visszajött a Csöpi a kerkapon. Ó, szegény Csöpi, kár érte, nagyon ügynök volt. Nekem is van egy kutyám, a Guszti, 13 éves, most már abban elfáradt, hogy örül, hogy megyünk sétálni, de megyünk. És minden falu élő kutya orgona, mert kutyát sétáltatni, az egy polgári csökevény, senki nem sétáltatja a kutyát, meg vannak 50 nyugdíjas metálénekesek. Mint Mocsai Lajosnak a 6. hosszabbítás után olyan hangjuk van. És ahogy mész, mindenhol egy kicsit más hangszínben. Élő kutya orgona. És azt mondják a tudósok, a tudomány nekem egy fröccs, mondja a tudósok zenekar, hogy meg fognak szólalni az állatok. Először a kutyák fognak megszólalni, de már a madarak most is beszélnek, csak nem tudjuk dekódolni. Tehát igazából, amit mi szép madárdalnak hallunk, az gyalászkodás, mert a hímek szidják a többi hímet, hogy ne menjenek oda a fészekhez. Úgyhogy szépnek tűnik, de hallod, ilyen tollam lenne, ilyen se repülnék kócsakba. Legyen 100 fiókád, mint kakuk. És hogy a kutyák megszólalnak, az nem tudom, miért lesz jó. Postás! Meg a puli kutyák. Baszki, nem látok. Elkészült a pálinkám. Nagyon jól sikerült. Vittem a szilveszteri rádiókabaré felvételére is, de főleg én fogyasztottam el, most már tudom, mennyi munka van vele, nem fogom szétlögybölni. Az indiánlő humoristák között. Szokták kérdezni tőlünk, hogy összejárunk-e a humoristákkal. Hát szerintem a takarítani is járnak össze curlingezni. És mit beszél? Meg hogy mindig viccesek vagyunk-e, szerintem Teréz anya is belerugott néha egy kis macskába, amikor nem láttak. Nem lehet ez mérni a feszültséget, vannak unalmas pillanataink. Úgyhogy ők megtekintették, ahogy én elfogyasztottam a kabaréba. Hazatértem, ilyenkor próbálok hangtalanul, zajtalanul, csak a részeg embernek átalakul a cipőtalpa, cintányérre az a probléma. Nagyon sok kulcsuk van olyankor. Bejutottam, meglöktem az esküvői fotót, de utolsó pillanatban elkaptam. Lehanyatlottam az ágyra hangtalanul. Annyit hallottam az ágy másik végéből, hogy gratulálok. És ilyenkor a feleségem szemöldökei között napokig adidasziel van. Azt kisimítani. Ha már felbontottam egy ilyen bulvár témát, apám lobbizott, hogy Tibike, jó lenne egy unoka, hogy átalogatnám a kocspáig, meg vissza. És győzött a lobby tevékenység, tehát a gyermekem született. Nagy bulik voltak te. Ez már régi hír.
De köszönöm. Átadom. Telfakasztó volt, telfakasztó emlékező megtartó, telfakasztó emlékező megtartó, nosztalgia party. Kérdezték apámat az egyik ilyen telfakasztón, hogy mekkora a gyerek? 3-2 deci. És terhesség alatt a nőknél kevesebb agyterület működik, de az nagyon intenzíven. Bútor, bútor, kaja, kaja, bút. Jó, a férfiaknál mindig kevesebb működik, most nem akarom elveszíteni a közönség felét ezzel. Nem sok a sörcsöcs, sokan egyszer. Fröccs, ja, bocs, 3. De a nőknél ez egy bútor, kaja. Annyit jártunk bútorboltban, azt hittem, hogy ott fogunk szülni az IKEA-ban. Mert az végül is otthon szülés, csak mi nem vetted meg a kanapét. A lényeg, hogy megérkezett a gyerek, kifizettük, hazavittük. Ennyit megérte. Volt olyan orvos, a saját feleségének levezette. Az milyen lehet? Nem fogadhatom el. Nem fogadhatom el magam. Küldtek, beálltak, nem fogadhatom el magamtól. Kaptunk ajándékokat, gyermekirodalmi munkákat, mert az írók, költők elkezdenek gyerekverseket írni, ha gyerekük születik. Szerencsére Ady Endre nem írt gyerekverset, nincs Ady gyermekköltészet. Ady Bandi elkezdte, miért írt volna? Ady Bandi gyermekvers. Csecset loptál tőlem, fiam. Vitorlod a nőstény almot. Dózsa vére anyát teje. Óbetarz, nőorvosunk feje. Nem írt ilyet. A Vörös Sándor, ő se írt gyerekverset, csak kiragadták az életműből. Ő mindenkinek szánta, férfinak, nőnek, de mindenki. Panyigai. Azt ő komolyan gondolt, ezért volt király. Ide járt egyébként egyetemre Pécsre Sanyi bácsi, csak ki volt tiltva az Országos Széchenyi Könyvtárból, mert rágyütött a himnusz kézirata mellett 1/2 méterre, és jel az a punk volt, úgyhogy kivezették hátra csavart kézzel, bóbita, táncsa. A Krúdi se írt gyermekirodalmat, nem tudom elképzelni Szimbádot az IKEA-ba, meg a ja, a texasi láncfűrészes gyilkost el tudom képzelni az Obiba. Mennyit fogyaszt ez? De Szimbádot, nem? Szimbád ekkor már hónapok óta nézte réverdezve a mandula illatú óvőnő derekát, amiről dió illatú őszök jutotta a keszébe, amiről abát tokaszalonna jutott eszébe, amiről vidéki kasszírnők fűcimpája jutott eszébe, amiről mandula illatú óvőnök jutott a keszébe. Szimbád teljesen összezavarodott. Nem csoda, hogy a tornazsák is elkollódott. Eljje. Azt tudják, hogy mi a leggyakoribb hexameter sor, amit naponta használunk? Áfás számla igényét kérjük előrejelezze. Írtam 2 egysorost. Ennyit a kultúráról, köszönöm, egy tolba maradt tapsot megért, hogy írtam én is 2 gyerekverset, ennél vannak rosszabbak is, ezzel jelölöm ki az alsó határt a gyermekirodalomban, képzeljék el, hogy ennél ilyenek, amelyik rosszabbak. Vödös Tibor gyermekvers, opusz 1. A szegedi őzike, szerintetek őzike? Jó van. Bödöcs Tibor gyermekvers, opusz 2. G.I. John már veterán, eladom a veterán. Nem ilyenek vannak, hanem lehet, hogy mi rosszat kaptunk, a bűnözőknek való CD-t kaptuk. Készítsük a gyereket a magyar valóságra. Ilyen dalok vannak, hogy lippem lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz. Csiricsalom az áfát, nem fizetem az evát. Lehet, hogy van külön nehézségű bűnözőknek is CD, hogy betonmixerbe tesznek, onnan is kivesznek, flexet darabolnak, tápként adagolnak. Hazavittük, jött ez a kire hasonlít ez a gyerek, hát egy kisbaba arca rossakpaca mindenkire hasonlít. Mao Tse-tungtól Uma Thurmanen át Antal Imrégen mindenkit felfedeztem. De nem ment, ez a homlokától fölfelé. Az a családjár, meg az orra az a Lajos bácsira hasonlít, mert sokat dobtak a mennyasszonytáncba, illik azt mondani.
Még elkapják, testtel védik anyámék, és rögbíznek a gyerekkel. Nem is láttam 10 napig, mert megy közben a kánon gügyögés. Itenem, itenem. Nem az az emberek, van egy másfél éves gyereke. Van 2 5-napos nagymamája, ez a probléma. Olyan női rokonok jönnek elő a repedésekből. Nem is tudtam, hogy léteznek, most meg ott gügyögnek az én konyhakövemen. Megváltozott halmaz állapotba. Én válaszolgatok is nekik, mert ők már úgyse hallják azt, megy a gügyög is. Mi van a pelusba? Mi van a pelusba? Pest cukorka, bazd meg. Indul a buszod. A gyerek sokkal értelmesebb, mint amit gügyögnek neki. Én már jártam így, mert nálunk rendezték a Dunántúli Elmegyógy Intézetek Humorfesztiválját, és az egyik zsűritag voltam. Beszélgettem az egyik hölgyel. De honnét érkeztél, és mivel készültél? Kiderült, az egyik igazgatónővel beszélgettem. Azt hittem, hogy induló, hát honnét tudtam volna. És közben, miközben mindenki gügyög mindenfelől, az anya királynő, dédi mama, nagyanyám, egy olyan hangfrekvencián, hogy a környékbeli denevérek is eltévedjenek. Jaj, csak egészséges legyen! Jaj, csak egészséges legyen! Az se baj, ha beteg, csak egészséges legyen! Van talkie-walking, ez a baby őr, hogy a gyerek az egyik szobában van, tehát a másikban rettex, az is áramlott a talkie-walk, remélegzik már a gyerek. Arra ébredtem egyszer, hogy a feleségem a talkie-walkie csitítgatja álmába, hogy na, neveljük fel, lesz belőle okostelefon vagy laptop. És a legmegalázóbb, mikor alszunk, felébred a gyerek, mind a ketten alvás színlelünk, és találkozik a tekintetünk, hogy... Tart még az orszívó-porszívó korszak is. Ezért nem emlékszünk az első pár évre, mert... Ott lenne az információ a neuron, csak minden távozik a porzsákba. Múlt hét, így. Én pelenkázom is, 2 vazari és 1 ipon kell, mert nagyon ficánkol. Játszik, mint Ozzy Osbourne gyerekei, úgy játszik a Lisztben, mint Ozzy Osbourne gyerekei a kokainba. Úgyhogy pelenkázom, de megfogadtam, hogy 60 év múlva majd, mikor fordul a kocka, akármennyi erőm lesz, egy ellentámadást megindítok. Hozza majd a pépesített körömpörköltet. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Volt egy illúzionista, aki lebegett, meg nőtt fűrészért, meg minden, és a végén 3-an hajoltak meg, mert az is meghajolt, aki kezelte a madzagot. És mi a különbség, üzenet, a csúcsborászat és a háztáji borászat között? Mondhatom? Egerve történt a dolog, ott gyűjtöttem, hát nem mindig sikerül jó sztori gyűjteni, mert megtámadnak és vicceket mesélnek nekem, amit nem tudok felhasználni, de néha valószínűleg Bartók Béla is menekült már fonográffal együtt Erdélybe, hogy adjatok már szardalokkal! Egerben meghívta a háztáji borász. Most apának is van egy haverja, aki jobb borokat próbál inni, mondtam múltkor a teraszon, hogy kicsit, mint a kilógna az alkohol, akkor menj haza a p***sába, nem kell meginni, b***nek. Kilóg az alkohol. Már azért megvédem, az alába egy csúcsborász minimum van, a dr. Busai László, körzeti orvos és borász. Úgyhogy délelőtt körzeti orvos, délután borász, ezért mindig van a háta mögött 30-35 táppénzes, akik meccenek, meg kiírta őket.
Meghívta a csúcsborász, a háztájborász, kitöltött neki egy 8 éves Egri Reserve Superior válogatás bikavért megfelelő hőmérsékleten, dekantálva rendes vörösboros pohárban, ami olyan, hogy a Pinocchio is tudjon benne kóstolni. Agy vödör. És amikor a sznobok kóstolnak, neki gótikus arcuk nő, minthogyha évek óta halogatnának egy tüsszentésre. Kitöltötték, megkóstolta. Na, nincsenek semmi baja. Köszönöm.